Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a mostani konferencián, ami életbevágóan fontos kérdésekről beszél, és ezeket tárgyalja. Egyúttal igen gondolatébresztő volt államtitkár úr köszöntője, amit sajnos azt követően hallottam, hogy az előadásra készültem, mert lényegesen leegyszerűsödött volna a helyzetem. Ugyanis, hogy kinek, mihez van joga, ez önmagában egy előzetes kérdés, hogy egyáltalán beszélhetsünk arról, hogy jogkiterjesztésnek lehet-e célja, szerepe, értelme. Hát ezzel kapcsolatban a legszélsőségesebb jogelméleti irányzatot talán a skandináv jogi realizmus képviselte, ahol egyes szerzőknél úgy jelenik meg a kérdés, hogy jogok nincsenek, azok csak a kommunikáció és a diskurzusnak a tárgyai. Ennek következtében akkor most haza is mehetnénk, de nem fogják megúszni ennyivel, és itt most nagyjából a mondandómra szeretnék rátérni. A témám a jogelméleti tények hatása a jogrendszerekre. Előjáróba célszerű volna leszögezni, hogy a jog vizsgálatának három alapvető szintjét különböztethetjük meg. Természetesen más megközelítési módok is létjogosultak, ez az én saját beosztásom. Először is a jog világának van egy úgynevezett intézményi, fogalmi szintje. A fogalmi vizsgálatok, intézményi vizsgálatokról csak ott lehet szó, ahol a jogfejlődés egyáltalán elérte azt a szintet, hogy fogalmak és intézmények létrejöhessenek. A következő szint az úgynevezett kulturális szint, ami leginkább annak a föltárására alkalmas, hogy az egyes kultúrákban milyen természetű jogképzet van, mit gondolnak a jogról, a jog és az erkölcs kapcsolatáról például. És a harmadik legalapvetőbb szint az evolúciós biológiai szint, ami a különböző jogrendszerek legáltalánosabb jellegzetességeit képes feltárni, illetőleg a különböző jogelméleti irányzatokat képes szembesíteni a természeti valósággal. Az idő rövidsége miatt én most nem fogok arra kitérni, majd ha esetleg lesz egy írásos anyag, akkor abban olvasható lesz, hogy tulajdonképpen mely jogelméleti iskola a három szinthez leginkább hogyan és mi módon kötődik. Itt tulajdonképpen a jogpozitivista iskolát futólag megemlítem, a kulturális szinthez a történeti jogi iskola kapcsolódik. Itt most szerzőket nem említek, mert sok értelme nem volna, hiszen nincs lehetőség a jegyzetelésre. Az antropológiai iskola is a kulturális szinthez, szociológiai iskola is ehhez köthető. És végül az evolúciós biológiai kutatások, azok viszonylag új keletűek, ha nem vesszük ide a természetjogi hagyományokat, amik meglehetősen ideológiailag meghatározottak és kötöttek. Tulajdonképpen ez az új iskola azzal áll összefüggésben, hogy maga a humán etológia és a szociálpszichológia is viszonylag, és az evolúciós pszichológia is egy viszonylag új tudomány, és most kezdi magába integrálni a jogbölcselet ezeknek a társtudományoknak az eredményeit. Ezen elméleti és metodológiai bevezetés után néhány olyan humánetológiai tulajdonságra, Csányi Vilmos kifejezésével az emberi magatartási komplex olyan elemeire utalnék, amelyeknek relevanciája van a jogrendszerek kialakulása szempontjából, egyes jogintézmények szempontjából, és adott esetben jogbölcseleti és társadalomfilozófiai irányzatok szempontjából. A legfontosabb tényező, amit Csányi professzor is, úr is említett, hogy az ember egy csökkent agresszióval rendelkező lény, ennek az előzményei már megvan bizonyos főemléséknél. Az embernél a csökkent agresszió az még inkább tetten érhető, és ezzel összefüggésben az ember az egy
szociábilis lény. Ugye zoon politikon, mondta annak idején Arisztotelész, és tulajdonképpen ezeket az antik előzményekkel rendelkező gondolatokat bizonyos szempontból alátámasztani látszik a modern természettudomány, de a terminológiai differenciák jelentőségére magam is fölhívnám a figyelmet. Kialakult az embernél ugye a saját csoport, idegen csoport distinkciója. Az agresszió csoporton belül sokkal inkább csökkent, és viszont ehhez képest az idegen csoportok közötti agresszió az megnövekedett. Itt a különböző csimpánz hordáknak néha háborúig menő véres konfliktusait érdemes megemlíteni, ahol az egyes egyedek a másik csoport tagjait, mintha nem is tekintenék fajtársuknak. Könnyű belátni, hogy ez a tulajdonság hogy függ össze az úgynevezett totális háborúval és az ellenség démonizálásának jelenségével. Ugyancsak fontos, hogy a domináns egyed, már a főemlősöknél is az embernél különösen, ugye nem a legjobb fizikai adottságokkal, nem kizárólag a legjobb fizikai adottságokkal rendelkező egyed, hanem esetleg emellett az, amelyik a legstabilabb, legerősebb szövetségeket képes létrehozni. Ez tulajdonképpen abban is megnyilvánul például, hogy a domináns egyed az beavatkozik az alacsonyabb pozíciójuk versengésébe, és ezzel egyrészt fékezi az agressziót, másrészt a saját pozícióját is erősíti, hiszen a potenciális riválisát korlátozza. És nagyon könnyű meglátni ebben a struktúrában, hogy ez jelentős mértékben hasonlít arra, amit mi Tyrannis rendszernek, vagy aztán később a nyugaton az abszolút monarchiák struktúrájának és társadalmi helyzetének nevezünk. Nevezetesen vetélkedő társadalmi csoportok között egyensúlyoz az egyed uralkodó, oly módon, hogy különböző kedvezményeket ad pillanatnyi érdeke és a pillanatnyi helyzetnek megfelelően. A bosszú kérdése szintén érdekes. A bosszúálló magatartás az már a csimpánzoknál megfigyelt jellemvonás, és nagyon érdekes, hogy a tradicionális büntetőjogok, az úgynevezett represszív, megtorló büntetőjogok, azok inkább ezt az ősi elvet tükrözik vissza, annak ellenére, hogy a morális megfontolásaink alapján egyre inkább egy javító és nevelő és preventív büntetőjogra törekszünk, de hogy ki ugrik az emberből ez az ősi alkat, az különösen a mai korban is szembe ötlik egy-egy nagy sajtóvisszhangot kiváltó bűncselekmény kapcsán. Ilyen esetben is a társadalom többsége sokkal inkább bosszúért kiállt, mintsem a modern büntetőjogi elveknek megfelelően valamilyen prevencióban, illetve megjavításban gondolkodna. Nem irigylem a szinkrontolmácsot. A tulajdon kérdése szintén nagyon izgalmas, azt gondoljuk különösen Rousseau után, hogy az emberi együttélés megromlása az valahol a tulajdon fölbukkanásával keletkezik, de látnunk kell, hogy a tulajdon létének a biológiai alapjai már az emberré válást megelőzően létrejöttek. A tragikus sorsú Dian Fossey-nak volt egy kísérlete, egy vadon élő gorilla elvette a ceruzáját, és némi idő után visszaadta neki. Ez eddig véletlen is lehetett volna, de ugyanez történt a jegyzetfüzettel is. Tehát a gorilla egy speciális kapcsolatot tételezett fel a tárgy és a tárgy korábbi birtokosa között. Enélkül a feltételezés nélkül tulajdonról nem beszélhetnék, hiszen a tulajdon nem csak egy birtoklási állapot és egy hatalmi viszonyt jelent, hanem azt is jelenti, hogy a társadalomban élő emberek másik oldalról respektálni is képesek ezt a pillanatnyi helyzetet, vagy éppen magát a tulajdont.
Ez a jelenség természetesen, hogy, hogy az ember birtoklásra vágyik, és ez egy igen ősi, azt kell mondjam, hogy igencsak ellent mond azoknak a jogfilozófia és társadalomfilozófiai elképzeléseknek, ami akár Platón államában szemünkbe ötlik, vagy akár a kommunista társadalom filozófia megállapításainak, és természetesen azoknak a törekvéseknek is, amit kibuc közösségekben próbálnak gyakorlattá tenni, hiszen ott is megfigyelték, hogy minden magatartás ellenére a kibucban élő kisgyerekek egy-egy játékkal kitüntetebben foglalkoznak, és sajátjuknak tekintik. Tehát ez egy nagyon ősi jelenség, amiről hát lenevelni az embert nem könnyű feladat. A csökkent agresszióval szorosan összefügg az a jelenség, amit úgy nevezünk, hogy altruizmus. Ez szorosan összekapcsolódik azzal a kategóriával, amit csoport szelekciónak nevezünk. Megkímélem önöket attól, hogy ezt részletesebben kifejtsem. Ami azonban nagyon fontos az altruizmussal kapcsolatban, hogy a különböző jogrendszereknek, a közösség javát szolgáló intézményeinek evolúciós és biológiai alapjai vannak. Például, ha megnézzük az ókori keleten a központi begyűjtés és elosztás intézményét, ugyanez Rómában az ingyen gabona intézménye, és nyugaton a modern társadalombiztosítási rendszerek mind a szociábilis és altruizmussal is rendelkező ember jogintézményei. Szintén nagyon jelentős dolog ahhoz, hogy az ember társadalomban élhessen, hogy a dominancia hierarchia az ember esetén igen gyorsan, viszonylag békésen alakul ki, és meglehetősen tartós. Enélkül ugye társadalmak alig ha tudnának szerveződni. Ez pedig azt jelenti, hogy a hatalom és a dominancia azok sokszor ösztönös mechanizmusok alapján alakul ki. Ez legalább három jogelméleti irányzatnak ellentmond. Egyrészt ugye a különböző hatalom és akaratelméletek, amelyek úgy gondolják, hogy a jog léte abban gyökerezik, hogy a hatalmi szó kimondja, hát ezzel nem sokra mennénk, hogyha az emberben nem volna szubmisszív tulajdonság, nem volna altruizmus és a később még említendő szabálykövetés. Ellentmond ez a jelenség az úgynevezett elismerési elméleteknek, mert azok általában azt vallják, hogy a jog és a hatalom úgy jön létre, hogy a későbbi alávetettek, vagy alattvalók, vagy a polgárok valamilyen tudatos aktussal, esetleg meggyőzés következtében elismerik racionális úton, módon a hatalom legitimitását. Csak egy a probléma, hogy a hatalom tudattalan mechanizmusok folytán előbb jön létre, viszont nagyon jól tűri, hogy mi különböző racionális analízisekkel vizsgáljuk, de látnunk kell, hogy mi alapvetően egy alapjait tekintve irracionális jelenséget próbálunk racionális analízis tárgyává tenni. És hát ugyanez vonatkozik a természetesen a úgynevezett társadalmi szerződés elméletekre, ahol szintén ez a fajta racionális attitűd jelenik meg, ami azonban nem mondható el a hatalom tényleges természetét illetően. Igencsak jelentős tényezője az emberi természetnek az úgynevezett csoporthűség. Az embernél, az emberi társadalmakban a különböző egyedek nem csak a társaikhoz kötődnek, hanem a csoport elvont eszméjéhez is. És ezt a kötődést leginkább a különböző szimbólumok, zászlók, himnuszok, jelszavak, fogalmak képesek közvetíteni.
és ezek alapvetően érzelmi, indulati alapúak, és éppen ezért igencsak ellenállnak mindenféle racionális érvelésnek. De ez egy nagyon fontos jelenvonás, hiszen ez a csoporthűség teszi lehetővé azt, hogy egyáltalán vallási vagy etnikai közösségekről beszélhessünk, hogy ezek létrejöjjenek és tartósan fennmaradjanak. Következő lépésben a konstrukciós készségről mondanék néhány szót, ami szoros kapcsolatban áll a csoporthűséggel is. Az emberi konstrukciós készség lényegi, legegyszerűbben abban ragadható meg, hogy az ember egy olyan lény, amely a közvetlenül tapasztalt dolgokon túli értelmet tulajdonít, sajátos jelentést tulajdonít a különböző dolgoknak. Képes absztrahálni, elvonatkoztatni. A konstrukciós készség egy hatalmas fegyver az ember kezébe egyfelől, másfelől hatalmas társadalmi csapdáknak a forrása. Mert egyrészt modelleket a konstrukciós készségünkkel, gondolati, mentális modelleket állítunk fel különböző problémák megoldásához. Ez eddig kiváló, csak egy a probléma, amikor társadalmi problémákat igyekszünk modellezni, és ezekhez képes gyártunk teóriákat, és akkor bejön az, hogy kiemelünk az emberből egy elemet, egy vonást, és azt abszolutizáljuk, és a modellünket ennek figyelembe vételével igyekszünk megalkotni, sőt, a jogrendszerünket is esetleg ehhez igazítjuk. Két ellentétes példát mondanék, ugye az ember szociabilitásáról beszéltem, könnyű belátni, hogy a kommunista, szocialista ideológiák az ember szociábilis vonásait absztrahálták, értékelték túl, és egy erőszakos kollektivizálás irányába indultak el. A másik oldalról a liberál kapitalizmus és a szabadversenyes ideológia az ember individuális lényét vonatkoztatja el, az ember teljességétől, és ehhez, erre az elvre próbálja felépíteni az emberi társadalom és együttműködés egész intézményrendszerét. Mind a kettő beláthatóan csapda, hiszen megfosztja az embert a maga teljességétől. És amit ennek a példának a kapcsán láthatnak, hogy az ember humán magatartási komplexe a legtávolabbról sem mutat egy bizonyos társadalmi struktúra irányába. A lehetőleg ellentétesebb ideológiák és szabályrendszerek születhetnek, azonos készlet, azonos tulajdonságkészlet alapján. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy a humán etológia és a jog kapcsolata az nem egy mechanikus természetű kapcsolat, hanem egy igen, azt kell mondjam, mobil és egy meglehetősen rugalmas, elasztikus kapcsolat. Ami azonban mindenféleképpen következik a humán etológiai tulajdonságainkból, hogy az ember egyáltalán gondolkodik egyén és társadalom kapcsolatán, és modelleket készít a legjobb hiszemben, hogy a problémáit kezelje. Csak aztán a modellek a lehető legkülönbözőbb formákat tudják ölteni. A szabálykövetésről Csányi professzor úr szintén beszélt. Ez egy igen izgalmas kérdés, ugyanis a szimbólumokra való fogékonyság az ember konstrukciós készségéből az is adódik, hogy a szabály vagy egy elvont eszme képes egy domináns egyed helyébe lépni. Tehát magyarán mondva a szabályra úgy tekintünk, minthogyha az egy valós autoritás lenne. Természetesen a társadalomban megvannak a személyes dominancia láncolatai, és megvannak a szabályoknak a láncolatai, és egy olyan polifónia érvényesül, amiről egyébként professzor úr a korábbiak során beszélt. Ami viszont jogelméleti szempontból igen izgalmas, hogy a 19. század második felében a jog keletkezésére vonatkozóan Ludwig Gumplowicz egy teóriát vázolt fel, aminek a lényege az, hogy állam akkor keletkezik, amikor az egyik népesség, ő Rassznak hívta, egyébként Rassenkampf a művének a címe, de tulajdonképpen kulturális entitást kell ezzel ott érteni, tehát amikor az egyik
népesség rátelepszik a másikra, és a személyes uralom szerepét később a jog váltja fel, és később a jog az eszközé válik az alávetettek számára az emancipáció során. Zseniális meglátás, csak azt kell látni, hogy a szabálydominancia már a prehisztorikus időben az emberré válás során megjelent. Tehát sokkal régebbi jelenségről van itt szó, és nem pusztán a jog születéséről, hanem általában a szabály dominanciáról mondható el ez általában. Az imitációs készségnek a szabályokat rögzítő szerepéről csak annyit mondanék, hogy igen, Erlich a 20. század elején azt hangsúlyozta, hogy a tudattalan mintakövetésnek hatalmas jelentősége van a jogrendszerek fönnmaradásában. Tehát az a jogpozitivista elv, hogy a hatalom kell, hogy kimondja, és kényszerítő erővel érvényt kell, hogy szerezzen a jognak, hogy ez volna a jog lényege, no hát ez nem igaz. És ami nagyon izgalmas, hogy a 20. század második felébe ezeket a igen Erlichi megsejtéseket a tudomány számos vonatkozásban alátámasztani látszik. Vagy talán mondjuk is, hogy talán alátámasztotta. Talánnal persze már mondható. De most az itt vázoltakból látható, hogy lehetséges az, hogy a szociábilis ember a közjó érdekében lévő jogrendszereket épít fel, de ennek pont az ellentéte is lehetséges, hogy konstrukciós készségétől vezetve megalkot egy hamis emberképet, és egy ennek megfelelő jogrendszert épít ki, és az indoktrinálható, befolyásolható, szubmisszív ember pedig szolgálatába szegődhet egy hamis emberkép által kialakított jogi rendnek. Nem tudom pontosan mennyi idő van, mert mikor kezdtem az előadást, nem tudom, valaki figyelte. Néhány mondatot mondanék a nyilatkozat terv... Bocsánat, 2 perc lett el, de nyugodt. De nem, hát pont most a nyilatkozat. Igen, ezt hagytam a desszertnek, ennyire voltam politikus, igen. Hogy az mindenképp lehessen. Nem konkrétan a nyilatkozat szövegről beszélnék, hanem tulajdonképpen azt hangsúlyozni kell, hogy a jog szerepe a különböző kultúrákban egészen más. A nyugati jogi kultúrában a jog az egy ultima ratio, egy végső érv a viták békés rendezése során. A keleti kultúrákban nem, ott a nevelésnek adott esetben a vallásnak sokkal nagyobb a szerepe. Tehát amikor egy ilyen jellegű jogkiterjesztésben gondolkodnánk, akkor arra figyelemmel kell lenni, hogy a hatása egészen más a keleti kultúrkörökben, mint a nyugatiban. Nyugatiban, ha valami jogszabály alakot nyer, akkor már ám óvó némi respektet élvez. Sajátos módon azonban a keleti társadalmakban egy ilyen jellegű deklaráció kedvező visszhangot válthatna ki, de pusztán azért, mert Glasenapp kifejezésével ezekben az ezek keleti társadalmak vallásaiban az úgynevezett örök világtörvény jelenik meg, ahol az ember és a természet egysége sokkal jobban érvényesül, mint a nyugati kultúrkörben, ahol ugye a Sumer-Akkád eposzoknál az ember megteremtése egy fontos vízválasztó, utána a zsidó vallásra ez jelentős hatást gyakorolt, a kereszténységre és az iszlámra. Tehát az ember ebbe a nyugatibb kultúrkörben egy speciális entitás. És ezzel viszonylag nehéz összeegyeztetni a jogkiterjesztésnek ezeket a módjai. De, az, mint mondtam, az előbbiek során az ember befolyásolható, indoktrinálható, és ami nagyon fontos, hogy a kereszténység társadalmi szerepe sajátos módon csökkent, tehát ezekkel az ellenállásokkal viszonylag kevésbé kell számolni. Roscoe Pound 20. század elején azt mondta, hogy a 19. század jogtörténete az az individuális jogok kiterjesztésének a története. Lehetséges, hogy a 21. században elérkezett az idő ahhoz, hogy a jogokat általában az élőlényekre is kiterjesszük. Ezzel lehet vitatkozni, egyetérteni, egyet nem érteni.
Azt mindesetre látni kell, hogy például a Nemzetközi Állatvédő Ligának az Állati Jogok Egyetemes nyilatkozata az nem általában élő lényekről, hanem állatokról beszélt, és a védelemre helyezte a hangsúlyt, és nem a jogalanyiságra. Tehát ez egy óriási különbség. Nagyon fontos, hogy ha jogalanyiságban gondolkozunk, az egy nagyon korlátozott jogalanyiság lenne, vagy az emberi jogalanyisághoz egy hasonló jogalanyiság, mert ebben az esetben olyan abszurd helyzet állnak elő, hogy egyrészt nem lehetne, mint egy professzor is mondta, tulajdonjog tárgya egy állat vagy valamely élőlény, sőt, az abszurdum nem élő szervezetek, vagy nem élő tárgyak vonatkozásában az állat tulajdonossá is válhatna. Tehát itt nagyon vigyázni kell a megfogalmazásokkal. Az ebből fakadó veszélyekre én most nem kívánnék az tekintettel arra, hogy visszaélnék a türelmükkel. Nem mennék bele. Egyet azonban talán befejezésként, ami talán a konferencia szellemiségéhez illő, egy nagyon rövid idézettel zárnám az előadásomat, amit minden körülmények között célszerű figyelembe venni, akkor, amikor akár jogkiterjesztésről, akár a társadalom bár milyen irányú fejlesztéséről gondolkodunk. Jung a következőket írja. A nyugati ember nem igényli a külső és belső természet fölötti uralmat, mindkét uralomnak ugyanis csak nem ördögi tökéllyel a birtokában van. Aminek azonban nincs a birtokában, az annak tudatos elismerése, hogy kívül és belül alá van vetve a természetnek. Köszönöm a figyelmüket!